Köszöntöm a Közelkép nézőit, jó napot kívánok! Március 10-én újra megszervezik a Székely Szabadság napját, amikor a székelység Marosvásárhelyen kifejezésre juttathatja autonómia igényét. A rendezvényt a Székely Nemzeti Tanács szervezi. Köszöntöm a stúdióban Gazda Zoltánt, az autonómia megmozdulások főszervezőjét, a Sepsiszéki Székely Tanács elnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, jó napot, illetve már mondhatunk jó estét is, azt hiszem. Köszönöm a meghívást, és várom akkor a kérdéseket. Hát alig tudott időt szakítani, hogy eljöjjön Kézdivásárhelyre. Mivel foglalkoznak most a szervezők ezen a héten? Hát 20 perces időtartamról beszéltünk. Ha belefogok, hogy mivel foglalkozunk, akkor lehet, hogy egyébről nem is fogunk beszélni. Mindenképpen nagyon-nagyon feszes ütemben dolgozunk, és próbálunk mindent beleadni, hogy minél sikeresebb legyen ez az idei Székely Szabadság napja, minél többen vegyenek részt, de hát ez nem csak a szervezőkön függ, ez függ a lelki és a szívvéli hozzáállásától is a székely közösségnek, úgyhogy hisszük azt, hogy értékelik és tudják azt, hogy miért fontos egy ilyen megmozduláson részt venni. Mert hogy nem ez az egyetlen megmozdulás, hanem már nagyon sok volt, és hogyha visszatekintünk mondjuk a székelyek nagy menetelésére, azután elég sok ilyen figyelemfelhívó rendezvény megmozdulást szerveztek. Hogyan látja, melyik volt a legsikeresebb, és egy kicsit azért melyik vitt közelebb a célhoz? Hát igen, a székelyek nagy menetelése után minden ősszel szerveztünk október utolsó vasárnapján más rendezvény, tehát áttértünk először a Székelyföld határának a megvilágítására a tavaly előtt. A tavaly egész Székelyföldet világítottuk ki őrtüzekkel, és nyilván ezzel párhuzamosan imonapot is hirdettünk Székelyföld autonómiájáért, a történelmi egyházak gyülekezeteinek a segítségével és bevonásával. Hát hogyha visszagondolunk, egyértelmű, hogy a székelyek nagy menetelése volt a legsikeresebb és a legnagyobb tömeget megmozgató rendezvény. 150 ezer ember vett részt, de ez a 150 ezer ember nyilván szívügyének is tartotta, hogy ott legyen, de nem lett volna ott és nem lehetett volna ott, ha nem történik meg akkor az a széleskörű politikai összefogás, ami ezt a rendezvényt és annak a szervezését kísérte. Partner volt a rendezvényben minden politikai tényező, tehát az RMDSZ is, a Polgári Párt is, a Néppárt is partner volt, civil szervezetek, történelmi magyar egyházak, úgyhogy csak így lehetett sikeres, és hadd tegyem hozzá, hogy még ennél is sokkal sikeresebb lehetett volna, ha tényleg mindenki egyként, egy lélekként gondolkozik. Mert csak egy példát mondok, hogy eresztevény fele mentem, és az ablakból leskelődtek az emberek. Tehát annyira nem volt képes, hogy kijöjjön a kapu elé, ha már nem is áll be a menetoszlopba, egy zászlóval, vagy egy kalácssal, és azt mondja a Nagyváradról, vagy Budapestről érkezőnek, hogy Isten hozott testvérem, hogy értünk, gyalogolsz és sétálsz. Tehát mindenképpen a székelyek nagy menetelésére büszkék vagyunk, és ha nem is olyan formában, de ilyen nagyméretű tömegrendezvényre az elkövetkezendőkben még szükség lesz. De hadd tegyem hozzá, ennek sem volt meg a pozitív hozadéka. Nem volt meg, mert a román sajtó összefogott és elhallgatta. Tehát alig-alig született meg tudósítás a székelyek nagy meneteléséről a román televíziókban, román médiában. És ugyanakkor a kormány, illetve az elnöki hivatal vagy válaszra sem éltat, vagy ugyanazt a sablon levelet küldi, hogy örvendjünk, hogy élhetünk, és fogjuk be a szánkat. Nagyon vulgárisan summázva a lényegét. Na erre még visszatérünk, viszont az érdekelne most, hogy volt-e valamilyen nehézség idén a Székely Szabadság napjának a megszervezésében? Mindenképpen sokkal, mondhatom úgy, hogy könnyebb volt, tehát a hatóságok akadályt nem görgettek elénk. Uh-huh.
A tavaly folyt a Herce-Hurca polgármesteri hivatallal, hogy be van jelentve, nincs bejelentve, miközben hát be volt jelentve, de ők azt nem vették figyelembe, hogy újra nem jelentettük be, hát újra azért nem jelentjük be, mert akkor betiltják. Tehát igen, volt egy érvényes bejelentés, ami az idénre is vonatkozik, és tavaly előtt volt letéve. A csendőrségen volt tárgyalás múlt hétvégén, pénteken. És a csendőrség teljesen normálisan viszonyult, akár azt is mondhatnám, hogy mézes-mázasak voltak, ami meglepő. Minden kérésünket úgy ígérték, hogy teljesítik, tehát az autóbuszokat be fogják engedni a városközpontba a tüntetés végén, hogy ne legyen az a kaotikus helyzet, hogy hol megyünk, mint megyünk, hogy megyünk, közben a buszok mégis jönnek, és akkor ott csatangolunk a városba. Tehát a tavaly a zűrt ők okozták tulajdonképpen az okoskodásaikkal. Nagyon fontos a csendőrségi tárgyaláson, amire felhívnám a résztvevőknek a figyelmét, hogy elmondták az idén is, hogy hegyes zászlórudat tüntetésre nem fognak beengedni, illetve a megemlékezésre sem, illetve a megszokottnál hosszabb méretű zászlórudat sem. Tehát ezeket el fogják kobozni. Úgyhogy kérem, nagyon figyeljünk erre, nagyon figyeljünk. De mi a megszokott? Tehát mekkora lehet? Hát a hagyományos méret, ami szerintem egy 1 méter 20 centi, 1 méter 30 centi is körülbelül ilyen. Figyeljünk arra, hogy székelyekhez méltóan viselkedjünk, tehát ne provokáljuk a karhatalmi erőket, mert a karhatalmi erők azért vannak, hogy a mi biztonságunkat szavatolják, ha tetszik nekünk, ha nem, de szükségszerű és fontos. Ugyanakkor figyeljünk arra, hogy a szélsőséges megnyilvánulásoknak ne adjunk helyet lehetőleg, ha lesznek ilyenek. Ha valaki nem kívánatos dolgot kiabál be, akkor ne csatlakozzunk hozzá, próbáljuk belátásra bírni, ne engedjünk olyan bannereket vinni, ami alkotmány ellenes például. Mert elképzelhető, hogy megjelenik olyan is. Hát próbáljunk civilizáltan, éberen részt venni, de úgy, tehát nem az, hogy nyuszika módra, hanem úgy, hogy igenis követeljük a jogainkat, ami nekünk jár. Tehát határozottan, de székelyméltósággal. És hogy nem a járdán kell vonulni, hanem nem a járdán, ez is engedélyezve van, tehát félpályás útlezárás lesz. Igen. Úgyhogy én bízom abban, hogy akadálya nem lesz a karhatalmi szervekkel való kapcsolatunkban. Három részre osztották idén a rendezvényt, melyek ezek? Igen, hát hadd kezdjem a negyedikkel, ami az első tulajdonképpen, mert immár hagyományosan Sepsiszentgyörgyön a Turul szobornál lesz egy rövid megemlékezés. Ott mindnyájan részt veszünk, tudom azt, hogy a Kézdivásárhelyi autóbusz is odaérkezik, és a Kézdivásárhelyi résztvevők is ott lesznek a Turul szobornál is. Rövid félórás műsor lesz, kimondottan csak megemlékezés, onnan indulunk az autóbuszokhoz és megyünk Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyen a hármas rendezvénynek az első lába, hogy mondjam így, az az emlékműnél a megemlékezés. Itt beszédet fog mondani két külföldi meghívottunk, az egyik az EFA-nak az Európai Szabad Szövetség, ez magyarul, az alelnöke lesz, a másik a Baszk Nemzeti Pártnak az aligazgatója, és azon kívül lesz köszöntő a Székely Nemzeti Tanács részéről, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről, lesz egy fiatal szónoka is a rendezvénynek, úgyhogy ezt egy órásra tervezzük, sőt, hogy időt nyerjünk, még a rendezvény kezdete előtt lesz meg a koszorúzás, hogy azzal is ne veszítsünk időt, hogy tudjunk szépen felsorakozni és indulni. Ama a második láb, hogy említsem, akkor ez lesz a tüntetés, ami tulajdonképpen a rendezvénynek a kiáltványát visszük el a prefektúrára, és kísér a tömeg. És nyomatékosítja kiabálásával, skandálásával, remélhetőleg szolid részvételével a súlyát ennek a kiáltványnak, amit át fogunk adni a prefektúrán a megbízott képviselőnek. És a harmadik része az folytatódik este 7 órától a Kultúrpalotában, ahol átadjuk a Gábor Áron díjat ünnepélyes keretek között. A ma említett szervezet, az EFA kapja az idén, azért mert
igen keményen kiállt a Székely Nemzeti Tanács mellett tavaly, miután a csendőrség a büntetéseket osztogatta, és több alkalommal is magyarázatot kért a belügyminisztériumtól Bukarestből, hogy miért történik ez meg, és nem nyugodott bele, mivel nem kapott kielégítő választ erre. Itt is nyilván beszédek hangzanak el, itt az EFA-nak a másik képviselője fog beszélni, és videóüzenetet fogunk megnézni az EFA elnökétől is, aki Brüsszelből üzen nekünk. Na most, aki elutazik az autóbuszokkal Marosvásárhelyre, az mindenki részt vesz, utána indulnak vissza az autóbuszok? Nem tud mindenki részt venni. Igen. Egész autóbuszokat úgyse tudunk visszatartani, tehát Sepsiszentgyörgyről egy autóbusznyi ember biztos, hogy részt vesz, igen, illetve kiskocsik. A kultúrpalota az 1000 férőhelyes, tehát ezt figyelembe kell venni. Nyilván senki előtt ajtó nem lesz zárva, tehát bárki, aki akar, részt vehet ezen az ünnepélyes rendezvényen. És ha már autóbuszok, akkor honnan indulnak autóbuszok? Hogyan lehet érdeklődni, hogyan lehet utána jönni? Igen, hát háromszék érdekel minket. Elsősorban kezdem Kézdivásárhelyen. Kézdivásárhelyen lehet a Péter Jánosnál, a Székely Nemzeti Tanács elnökénél iratkozni. Mindenki ismeri, gondolom, Kézdivásárhelyen, de lehet érdeklődni az Erdély Magyar Nemzeti Tanács székházánál is. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Tanács székházában lehet iratkozni, de Sepsiszentgyörgyről indít autóbuszt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is, úgyhogy az ők székhelyükön is lehet iratkozni. És hasonlóképpen Kovásznán, Ferencbotonnál és Erdővidéken Baróton Szabó Miklós széki elnöknél lehet iratkozni. Én tudom rossz, hogy Ozsoláról is lehet? Igen, elnézést, ezt igen, én felejtettem el. Ozsdolán is lehet iratkozni, Kovács Imrénél, ha jól emlékszem. Tehát, hogy onnan is indulhat autóbusz. Igen, hogyha kellő számban lesznek jelentkezők. Idén a fiataloknak a bevonását tartják fontosnak. Mennyire érintettek, vagy mennyire kapcsolódnak a fiatalok ehhez a rendezvényhez? Marosvásárhelyen meglepő módon elég szép számban jelentkeztek. Ahhoz képest, hogy ha azt veszem figyelembe, hogy például Sepsiszentgyörgyön autóbuszra iratkozók olyan idős bácsik voltak, hogy bottal alig tudott eljönni a székhelyre, hogy feliratkozzon, mert ő nem telefonál, hanem személyesen jön. Ahhoz képest, tehát Marosvásárhelyen elég szép számban vesznek részt a fiatalok, és nagyon fontos. Nagyon fontos, mert a közömbösség egyre jobban uralkodik el rajtunk, és ez egy új generáció. Tehát, hogyha ez az új generáció a nemzet tudatában erősödik, és céltudatosan él és gondolkozik, az a jövőt jelenti számunkra. Mi kezdünk kiöregedni ebből a harcból, úgyhogy az utánpótlásunkról kell gondoskodnunk, ezért próbáltuk ezt fokozottan hangsúlyozni, és még a plakátunkon is ezért próbáltuk a látványban is ezt a fiatal gyerek arcot behozni, hogy tudatosodjon az ifjakban, hogy érdemes egy évben egyszer vagy kétszer megmozdulni, mert fontos. És a jogainkért kiállni. Így van. Tavaly nem volt zökkenőmentes a rendezvénynek a végkicsengése. Több személy ellen is eljárást indítottak. Februárban viszont az a hír járta, hogy első fokon az eddig tárgyalt közel 70 ügy mindenikében jogtalannak találta és érvénytelenítette a bíróság azt a bírságot, amelyet a csendőrség kirót a Székely Szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyi felvonulás és tüntetés szervezőire és résztvevőire. A rendőrség fellebbezett. Ez a hír, amit én tudok. Van-e ezzel valami, tehát van-e változás, és mi lesz ennek a végkicsengése? Hát közel 100 ember bírságoltak meg. A csendőrség, tehát nem rendőrségről van szó, hanem csendőrségről. Igen. A csendőrség kötelező módon kérte a rendfenntartóknak a névsorát, pontos címét, személyazonossági igazolvány adatát és telefonszámát. Mi szervezők leadtuk, mert kötelező volt a listát, egyenként mindenkit megbüntettek. Tehát ez a PIMASZ cinizmusnak a ne továbbja. Ezért az idén eleve nem is tárgyaltunk listáról, tehát azt mondtuk, hogy lista nincs. Zakók lesznek, ezek a foszforeszkáló zakók, igen, Székely címerrel, tehát be lehet azonosítani, hogy ki a saját rendfenntartó, tehát nincs névsor. A Székely Nemzeti Tanács mindenkinek a jogi képviseletét felvállalta.
ingyen bérmentve. Minden, aki közölte velünk, igen, és küldte a büntetési jegyzőkönyvét. Minden egyes pert kincses elődjogász, hadd mondjuk el a nevét, megnyert. És a csendőrség minden egyes nyert per iratot újra megfelebbezett. Hogy mi lesz a végkicsengés? 100%, hogy a nyert ügyünk van nekünk, mert egy engedélyezett tüntetésen azért büntetni, hogy engedélyezetlen tüntetést szerveztünk egyszer, és azért büntetni, hogy csendet zavartunk. Na most egy tüntetésnél hogy jöhet szóba a csendzavarás? Hadd mondjam el érdekességképpen, hogy a kormány ellenes tüntetések, amik viszont bejelentetlenek voltak, ott utat zártak el, tehát minden, megbírították a forgalmat, Marosvásárhely. És csendet is zavartak. Igen. Tehát ott két büntetést adott a csendőrség, utána néztünk, és mind a kettőt azért, hogy éjjel fél kettőkor megafonnal valaki részegen kiabált, zavarta a csendet. Tehát az tényleg csendzavarás. Miután már szétoszlott. Úgyhogy nem, nincs hogy ne nyerjünk mi pert. Hát így legyen. Mi indokolja azt, hogy az utcára vonuljunk a jogainkért, az autonómiáért? Miért ezt a formát választották? 27 év tapasztalata az, hosszasan hangoztatta az RMDS, hogy mi nyugodtan üljünk otthon, ők Bukarestbe kijárják a szükséges jogainkat. Tehát látjuk azt, hogy ez a modell nem működik. Az RMDS is belátta ugyanúgy, mert Kelemen Hunor elnök azt nyilatkozta, hogy minden ilyen megmozdulást támogatnak, és hogy szükségszerűnek tartja. Tehát én úgy gondolom, hogy egy évben kétszer, de ha ne adj Isten, ötször vagy tízszer kellene utcára menni, akkor nagyon-nagyon fontos, az a civil kurázsi, nagyon fontos, hogy menjünk, merjük elmondani, merjük megmutatni magunkat, hogy erőt képviselünk, és hogy tudjuk hallatni a hangunkat, el tudjuk mondani, hogy mit akarunk, mire várunk, és hogy mihez van jogunk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy érezzék az emberek, hogy muszáj megmozdulni egy évben, egyszer, kétszer, háromszor, hogy muszáj, hogy elmondjuk, és hogy nyomatékosan felhívjuk lehetőleg a világ figyelmét is arra, hogy itt nem úgy van, nem olyan kánoán van, ahogy Johannes elnök elmondta a mai Európai Fórumon, hogy példaértékű a kisebbségi jogok biztosítása. Itt súlyos jogsértések történnek napról napra, és hogyha ezt egyre határozottabban nem mondjuk el, akkor mi is cinkosai vagyunk a rosszindulatú kormánynak. Mi lenne az az út, amivel meg tudnók magyarázni a románságnak, a kormánynak azt, hogy mit akarunk? Hogy tulajdonképpen ez az egész nem ellenük irányul, hanem mi akarjuk a jogainkat. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, de ugyanakkor ebben vagyunk mi is azért egy kicsit bűnösek, cinkosak. Azért, mert nem teszünk meg mindent e kommunikáció érdekében. Nem kényelem ez, kevesen vagyunk, kevés az erőnk. Akár azt is mondhatom, hogy még kommunikációs problémák is vannak, mert nem tudunk esetleg olyan profi szinten románul, akik esetleg el tudnánk mondani a véleményünket. De viszont jónak tartom azt, hogy egyre inkább tudatosul az erdélyi románságban az, hogy nem szabad Bukaresthez tartozni. És egyre erőteljesebben hangoztatják ezt. Tehát én úgy gondolom, hogy itt fog valahol megszületni ez a partnerség, és talán nem mi kell legyünk a kezdeményezők, úgy érzem, mert akkor esetleg gyanúsnak tűnik, hanem ők kell legyenek a kezdeményezők, és akkor mi ebben partnerek lehetünk. Ma a híradóban is látották a kedves nézők, és egyébként a napokban jelent meg, hogy büntetnék az autonómiát követelőket. Tudor Csuhodáró, PESZ-edi képviselő, a szenátus elő egy olyan törvénytervezetet terjesztett, amely szerint 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetést szabnának ki az alkotmányos rend megváltoztatását szorgalmazókra. Én azt mondom, hogy ezt akár meg se kellett volna említeni. Ez egy kejfejancsi.
Tehát ennek nincs hitele még a párton belül sem, annak ellenére, hogy azért ismerjük a nacionalista gondolatát a szociáldemokrata pártnak. Tehát ő ezzel akart most egyet domborítani, nyilván nem fogja a parlament megszavazni, mert hát ez egy olyan korlátozása lenne az emberi jogoknak, ami demokráciában, úgynevezett, még román demokráciában sem lehetséges. Tehát akkor nem kell olyan nagyon komolyan nem kell komolyan venni szerintem, mert biztos, bár a kormánypárt is nyilatkozott, hogy nem támogatja a kezdeményezést. Uh-huh. Jó, lenne még egy kérdésem, bár azt hiszem, hogy több időt vesz fel, mint pár perc, de hogy az autonómiáról, magáról elméletben nagyon sokat hallunk. Mi lenne, amiért harcolunk, amit kérünk a gyakorlatban? Hogyan nézne ez ki? Hát ezt nagyon egyszerűen, nagyon hétköznapian és nagyon röviden összefoglalva, tehát autonómia, önrendelkezés. Önmagunk dolgai fölött rendelkezünk. Nem Bukarest mondja meg azt, hogy hány osztály és milyen arcélű osztály indul a Székely Mikó kollégiumban, most mondtam egy példát, hanem mi döntjük el, mi képezzük az arcéleket, mi állapítjuk meg azért, mert tudjuk, hogy milyen iparunk van például, hol milyen munkaerőt igényel ez az ipar, oda képezünk. Mondtam az oktatásra egy példát. A kulturális autonómia ugyanúgy nagyjából működik, ami még nagyon-nagyon fontos vonzata az, hogy nem Bukarestbe adózunk, illetve az adóink jelentős része helyben marad. Na most ez azt jelenti, hogy gazdaságilag erősödünk. És ugyanakkor a civil hozzáállás is, a vállalkozók részéről is más, mert nem egy feneketlen zsákba folyatja be a befizetendő pénzét, hanem helyben marad. Látja, tudja, akár konkrétan ellenőrzi, hogy Kézdivásárhelyen milyen járdaszakasz készült el az ő pénzéből. Ennyire. Tehát akkor már eleve ő is érdekelt abban, hogy ne a kiskapukat keresse, hanem hogy fizesse be, mert az jó helyen marad, és jó célra költjük el. Ugyanakkor az altalajkincsek helyben maradnak. Hát gondoljuk el, ásványvízben milyen gazdagok vagyunk. Az egész megy Bukarestbe. Az egész megy Bukarestbe, mert mind bukaresti cégek bitorolják az ásványvizeinket, és palackozzák az ásványvizeinket, vagy a kőbányák. Uh-huh. És lehetne sorolni, tehát gazdasági megerősödést hozna, miként az minden egyes autonóm tartományban így történt meg Európában, és azon kívül az élet észszerű és számunkra szabott életvitelt tudnánk megtervezni ezáltal. Beszélgetésünk végéhez értünk. Miért fontos az, hogy minden székely részt vegyen március 10-én Marosvásárhelyén? Tulajdonképpen már többször elmondtuk, de hadd hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ha mi jövőt akarunk építeni itt, ha mi tényleg a gyermekeink számára olyan életteret szeretnénk biztosítani, hogy ne legyen arra kényszerülve, hogy elhagyja az országot, akkor kötelességünk azért tenni, cselekedni, kötelességünk felemelni a szavunkat ezért a jövőért, ezért a jövőképért. Rajtunk múlik, mert hogyha mi lapítunk, hogyha mi passzívan nézzük ezt a elég agresszív román politizálást, nem emeljük fel a szavunkat, akkor mi is, még egyszer mondom, ennek a bűnös hatalomnak a cinkosai leszünk. Tehát legyünk ott minél többen, és minden egyes ilyen alkalomkor legyünk ott, mert csak így tudjuk elérni a célunkat. Gazda Zoltán, én ehhez kívánok Önnek erőt és sikeres rendezvényt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézők, néhány perc múlva folytatódik a Közelkép. A témánk a nőiesség.